első alkalommal hangzott el Európában eddig egyedülálló módon a sátoraljaújhelyi fegyház és börtönben a kurzió himnusza. A program szervezése közel egy évet vett igénybe, így nem csak 15 fogvatartott, hanem családtagjaik, hozzátartozóik is megismerték a lelkiségi mozgalmat. A háromnapos rendezvényen részt vett dr. Székely János püspök, a kurzió mozgalom lelkivezetője is. A kurzió egy nagyon mély élmény, egy nagyon intenzív élmény. Önmagával találkozik az ember, hitelesen benéz a lelke mélyére, találkozik az Istennel, és felem barátokat, embertársakat is talál. Ha szépen éli végig valaki, akkor az állarcai ledobódnak, egy új irányba tud elindulni az élete. És hát börtönbe ez nem annyira könnyű bevinni, már a börtönnek a szabályrendszere miatt sem. Ez egy nagyon nagy áldás, hogy a sátoraljaújhelyi börtön úgy gondolta, hogy lelkileg fontos építeni a fogvatartottakat, illetőleg hát utána is, ahogy ők kikerülnek, ha egy ilyen egyházi körben benne vannak, ahol mi ismerjük őket, ez egy nagyon széles kör a kurziónak a baráti köre, közösségei, akkor van hova menniük. Hála Istennek nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a család nagyon szépen kitart a botló és a börtönbe kerülő fér mellett is. Hatalmas erőforrás az itt levő embernek, ha tudja azt, hogy szeretik és várnak rá. A kurzió három napján a fogvatartottak előadásokat, tanúságtételeket hallgattak, valamint kis csoportokban beszélgettek személyes kérdéseikről, tapasztalatukról. Több helyet is szerepel az a szó, hogy reintegráció. Tehát valahogy a fogvatartottakat visszasegíteni, visszailleszteni hát a társadalomba. Most én ebbe látok lehetőséget, vagy mondjam azt, hogy fantáziát, hogyha már itt a fogvatartottal különösebben foglalkozunk, illetve ugye ezzel egy időben a hozzátartozókkal is odakint a Pirisi templomba külső kozisták találkoztak, foglalkoztak, énekeltek, tehát programot szerveztek, és akkor majd most ugye jön a második fejezet, hogy ilyen kúziós csoportokat megkeresni Hajdúböszörményben, vagy akárhol, akiket majd szinte lehet ajánlani. Az embereket, akik itt vannak fogvatartottak, persze természetesen tudjuk jó irányba változtatni, de ha visszamegy a régi környezetbe, akkor nem csináltunk semmit. Tehát elsősorban itt a környezetet kell megváltoztatni, és én látok abban a lehetőséget, hogyha ilyen kúzista csoportok, akik odakint már működnek, és egyébként is kapcsolatban vannak, talán valami elindul. Az ünnepi zárószentmisén, melyet dr. Székely János püspök mutatott be, részt vettek a fogvatartottak hozzátartozói. A keresztségi fogadalom megújítását követően, a felajánlás előtt a fogvatartottak, kezükben tartva az oltári szentséget, maguk is megfogalmazták kéréseiket, felajánlásukat. Közülük volt, aki most hallott először Istenről, a Szentírásról, de olyan is akadt, aki a börtönévei alatt tért meg. Kaptam 9 évet, megérdemeltem, elfogadtam, most már könnyen veszem. Azt mondom, hogy sajnálom, hogy nem lehetek a kisfiammal, aki jövő hónap 15-én tölt 5 évet, az 5. életévét. Sajnálom, hogy nem lehetek a feleségemmel, akinek szüksége van rám, ugye úgy a gyermekemnek is, de nem bánom. És tiszta szívvel mondom ezt, hogy nem bánom. Mert ha kint vagyok, az a rossz életmód, ami vitt és sodort, a vállalkozás, az építőipar, a kocsma, meg hasonló, nem, kocsmám volt, így mondom, tehát vendéglátás, az elvitt nagyon rossz oldalra. És ezért azt mondom, hogy elfogadtam. Csak így tapasztalhattam meg Jézus Krisztust. Így tapasztalhattam meg az Urat. Boldog vagyok. És én rajtam nincs bilincs. Nekem nincsenek rácsok. Én szabad ember vagyok.
Az egyház, valamint a különböző civil szervezetek által szervezett programok célja elsősorban a reintegráció elősegítése és a visszaesések számának csökkentése. A Sátoraljaújhelyi Börtönlelkészség tervei között szerepel, hogy a jövőben hasonló programot szervezzen a fogvatartottak számára.